feeling, can you feel it now? A műsor mai támogatója a Profession, ők a műsor régi barátai, Magyarország vezető állásportálja. Több mint 10 000 állás közül tudsz böngészni, hogyha meglátogatod őket. A keresés is tök egyszerű és kulcsszavas, beállítod, hogy mit keresel, leszűkíted a keresést, ahogy szeretnéd, és már böngészhetsz is. Ráadásul, ha most feliratkozol a Profession hírlevelére, akár egy vadi új Renault autót is nyerhetsz, szóval nosza. Nos, üdvözlök mindenkit a légióban! Srácok, őszinte leszek. Miután megjártam a legmagasabb hegyeket, és megpróbáltam lejutni róluk, rettenetesen megfáradtam, ezért oda menekültem, ahova minden férfi szokott, egy nehéz nap után. Egy pohár fenekére. A BB's Bar Budapest belvárosában található, itt edzik a város legjobb bartendereit, és itt tartják a város legrondább beltéri szobrát is. Itt ücsörök vén pár pohár után, úgy döntöttem, kapok az alkalmon, és beállok a pult mögé, kipróbálom magam a bartender mesterségében. Tanáromnak pedig nem más választottam ki, mint a legendás Sós Richárdot. Sziasztok, Sós Richárd vagyok, a BB's Barba dolgozom, BB's Barnak vagyok a bartendere, körülbelül 4 éve dolgozom ebben a szakmában, dolgoztam ezelőtt az akváriumban, dolgoztam még fönt egy skyteraszon, volt egy-két beúrós melóm is. Értem, szóval mindenhonnan kirúgtak, és akkor emiatt lehet nem Igen. A bartenderség egy rettenetesen félreismert szakma, ezért így kezdésként fel kellett tennem minden bugyuta kérdést, amit a bartendereknek újra meg újra meg kell válaszolniuk. Hogy ne idegesítsen fel új tanárom azonnal, a kérdéseket haverom Tokár Tomi tette fel. Hát a koktélokat azok ilyen nőies piák, nem? Igazából nincs, nem feltétlenül kategorizálnám így, hogy nőies és férfias ital, mert ugyanúgy egy férfi vendégem is kérhet egy kozmopolitánt. Hogyha egy nő viszkit szeretne inni, akkor nyugodtan igyon viszkit. Hogyha ő azt szereti, ez tök szubjektív, hogy kinek mi az ízlése. Tehát a koktélok az, amikor csak random italokat összekeverünk? Igen, italokat is öntünk össze, illetve különböző szirupokat használunk, különböző textúrában használunk gyümölcsöket, akár habként is tudjuk ezeket elkészíteni, akár egy mangóhab, vagy tud a mangó püréként is érvényesülni egy italba, vagy juicerrel is lehet, szóval nagyon sokféle technika van, amiket nyilván szakácsoktól loptunk idézőesen el, vagy vettünk át. Ugye a szakácsok nagyon szeretnek enni, ez kicsit azért meg is látszik rajtuk, néha megtestesednek, de akkor ti végül is alkoholisták vagytok? Ez vicces kérdés. Igazából az alkoholizmust azért nehéz így megfogalmazni, hogy mi számít annak, hogyha mindenki megiszik. Már gyanús vagy! Na most komolyan, mi értelme van az alkoholmentes koktéloknak? Alkoholmentes koktélnak? Hát hogyha nem minden koktélt lehet elkészíteni, van olyan koktél, amit el lehet készíteni alkoholmentesen, vagy nagyon sok. Igazából az, hogy kisgyerekek is tudják fogyasztani, hogyha esetleg étteremben vagyunk, és ki akar. Tegnap például pont volt rá egy példám. Okay. Egy nagyobb társaságnál egy gyereknek kértek egy alkoholmentes koktélt, és hogy ő se érezze kiközösítve magát, amikor a felnőttek koktéloznak, hogy ő is valami szép díszeset igyon. Tehát akkor azt akarod... Ha terhesnő vagy, esetleg bárki szeretné inni, a limonádét ki lehet ezzel váltani, és akkor mégiscsak valami... Ne tereld a terhesnőkre! Gyerekekkel már koktélokat itatok, tehát ezzel felkészítették őket az alkoholfogyasztásra. Gerilla marketing! Ne haragudj, tudnál egy kicsit erősebbet csinálni, de az annyiba kerül, igaz? Nem lesz több. Abszolút el tudom készíteni. Hogyha duplát kér mondjuk belőle, akkor nagyon erősen játszani kell ott a mennyiségeken, mert egy adott pohárnak megvan a kapacitása, amennyi belefér. Igen, nem duplát akarok kérni, mert nem akarok többet fizetni. Csak egy kicsit erősebbet szeretnél. Értem, hát azt viszont csak úgy tudjuk megoldani, hogyha ezt felütöm nyilván árban is, szóval hogyha erősebb az ital, akkor ez árban is megmutatkozik. Na jó, adj inkább egy sört, jó? Kösz. Mindezeket kitárgya a ván, ideje volt neki esni a tanulásnak. Az Espresso Martini nevű receptet kíséreltem meg elkészíteni, Richárd hathatós asszisztenciájával. Oké, mit kell csinálni? Espresso Martini fogunk készíteni, okay. És kérlek jegesz be a forrászózat jéggel. Jegezzem be! Igen. Várjál, tele lesz. Tele van. Teljesen jó. Akkor Lici, ezt a séket tölt meg jéggel. Ezt is teljesen jéggel? Kockával. Jó, ezt ilyen nagy darab jegekkel. Úgy megfelelő. Lici, rakd bele abba. Igen. Fordítva. Nem. Így az alját. Jó, oké. Igen. És ezt a presszó kávét kérlek, hogy felállítsd abba, hogy a sékerbe. A melyikbe? Ebbe. Oké. Jó. Görges, hogy lehűljön az espresszó. Szépen a görges megfogja, és töltsd tele, és... Ott van a 4 cent. Oké.
Hálóban is egyébként mondjuk el. Nem, és akkor még egy kicsit rakunk bele, mert jól. Ez így jó? Teljesen. Jó, oké. Okay. Igen. Hova öntsem be? Ugyanis, igen. Így, de ebbe is ez jó. Ennyi, ennyi. Megfelelő. Így, jó. Igen, és akkor ezt... Igen, mi már? Jó, oké, okay, oké. Okay. Még bele. Igen. Szálljon. Igen. Igen. Igen, igen. Az a lényeg, hogy ilyenkor az így. Ez így jó, vagy még? Na, még mehet, mehet az, szerintem. Kiadjuk a jeget belőle. Oké. Okay. Szűrő. Szűrő. Másik szűrő. Másik szűrő. Igen, ez is, meg az. Ez is, ez is. Igen. Ez így. Nem. Ó. Hell yeah! Szintén. Sőt, pedig még díszítjük egy három darab kávé szemmel. Három darab. Siker! Az ital eredményesen el is készült, és nem is nézett ki rosszul. Finom, picit sokat vodkás! Én is azt éreztem, hogy ez a poénba belemtek. Szeretem az alkoholt. Egészség! Szóval mit tanultunk? A bartenderség alapeszközeit és technikáit elsajátítani nem egy kifejezett ördöngösség, a mesterség az összhangulatban, a millióban, a fogyasztás stílusában rejlik. Egy jó bartender nem csak italt ad, hanem élményt is. Legyen szó bámulatos trükkökről, vagy csak egy jó csevelyről. Egy jó koktélnak ehhez mérten kiegyensúlyozott az íze és egyéni a hangulata. Ettől döglik a bartenderség. Nem az a lényeg a vendéglátásnak, hogy milyen ital kerül végül is az asztalra, hanem hogy milyen élménnyel távozik a vendég, és hogy ehhez ugyanúgy hozzá tudunk adni egy koktéllal, mert nem csak az italról szól az élmény, hanem a minőről, az atmoszféráról, amit a bár nyújt, illetve a vendéglátásról, hogy kezeli őt a felszolgáló, illetve báros, ahogy a hostess, ez amint belépett az ajtón, onnantól kezdődik. Nagyon jó. És ez a fontos, hogy úgy lépjen ki, hogy jó szájízzel távozzon. Helye, jó szájízzel! Szó szerint! Remélem tetszett ez a kis kísérleti részecske. Következő héten újra találkozunk.